A koronavírus megjelenése óta eltelt 2 év. A kezdetben kényszer megoldásként elterjedt home office ugyan velünk maradt, az irodák már megteltek élettel. Egy felmérés szerint a munkavállalók jelentős része a hibrid munkamegosztást részesíti előnyben, azaz néhány napig otthonról dolgozna, míg a többi napon az eddig megszokott rendszerint járna munkába. A tavaly októberben publikált adatok szerint globálisan a dolgozók 64%-a akár munkahelyet is váltana, ha megszűnne a jelenlegi munkahelyén a home office lehetősége. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara is hasonló tapasztalatokat szerzett az elmúlt időszak során. Az elején nagyon kényelmes volt. Minden fiatal örült neki, hogy jó, nem kell bemenni, otthon lehetünk. Akkor akinek vannak gyerekei, akkor tudunk a gyerekekkel többet foglalkozni. Így sétáltatok kutyát, otthon főzök magamnak. Aztán 3-4 hónap múlva ezek a fiatalok elkezdtek a cégvezetőknél jelentkezni, hogy nincs-e arra mód, hogy valahogy visszatérjünk az irodákba és az irodaházakba. Az otthoni munkavégzésnek megvannak az előnyei, például a rugalmas beosztás vagy a kevesebb utazási idő. Ám ahogy ezen a grafikonon is jól látszik, a dolgozók többségének hiányzik a közösség, a csapatmunka. A baranyai cégeknél is megnőtt a fluktuáció, vagyis a koronavírus idején sokan elhagyták munkahelyüket és új dolgozók érkeztek a helyükre, éppen a home office miatt. Lehet, hogy rosszul látjuk, de az én tapasztalatom az, hogy a home office ideig óráig működik. Alkalmasnak kell lenni arra, hogy valaki home office-ba dolgozzon. Az egy teljesen más munkáltatói és munkavállalói felelősség, mint amikor benn vagyunk az irodában. Természetesen nem lehet minden szektorban biztosítani az otthoni vagy hibrid munkavégzést, mint például az építő vagy bármelyik feldolgozóipari ágazat esetében. A tapasztalatok szerint azonban a munkavállalók közül többen is úgy keresnek állást, hogy erre legyen lehetőség.